Ma reggel, amikor bejöttem a gyülekezetbe, hát egy olyan érzésem volt, ami nagyon ritkán volt eddig az életemben. Nagyon öregnek éreztem magam. Így jöttem be az ajtón, mindig csak babákkal találkoztam, egyre kisebb babákkal, és úgy éreztem, hogy megvénültem. De most hadd szóljon ez a néhány perc a legfiatalabbról, ahogy már hallottuk Román Péterről. Egy nagyon-nagyon drága gyermek, aki esetleg nem látta még, vagy hátul ül, elmondom, hogy egy hihetetlenül mosolygós és nagyon-nagyon-nagyon drága gyermek, Péterke. És szeretnék egy igét olvasni a köszöntésképpen a Jeremiás próféta könyvéből, az első fejezetből olvasok. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, már megszenteltelek. Azt mondja a prédikátor, hogy van néhány dolog, amit nem értenek az emberek, és az egyik ezek közül a gyermeknek a formálódása az anyamébe. És azt mondja az Isten, hogy mielőtt Péter már megszületett volna, ő már ismerte. Mielőtt a világra jött volna, ő már megszentelte. És hát ezzel a hittel jövünk Isten elé, először is hálát adunk érte. Hálát adunk azért, az Isten azt mondja, hogy a gyermek az nem egy teher, nem egy kihívás, nem egy probléma, hanem az anyamének a gyümölcse, és hogy folytatja? Jutalom. A gyermek egy jutalom. És hát most már nektek kettő jutalom is adatott Eszterke után. Ez egy hatalmas áldás az Istentől. És hát Péter, hozzád is szólnék. Hát nem tudom, hogy mennyit fogsz most ebből megjegyezni, vagy hallani a sírásodtól, de talán majd néhány év múlva, hogyha visszahallgatod, akkor a példabeszédek könyvéből szeretnék neked néhány gondolatot mondani. Őrizd meg, fiam, apád tanácsát, és ne hagyd el anyád tanítását. Közd mindenkor a szívedre, hordozz a nyakadra fűzve, jártodba vezessen, fektetben őrizzen, és a felébredsz, irányítsa gondolataidat. Hát a hallgatás beleegyezés, most úgy tűnt, hogy ezt elfogadta tőlem ezt a tanácsot, és hát nektek, mint szülők, pedig hát Isten igéből azt tudom mondani, hogy ő tud bölcsességet adni. Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket. Hát ez a veszély nem áll fent, úgy hiszem, hogy eltiltanátok az Úrtól. Viszont akkor hadd mondjuk tovább, hogy vezessétek az Istenhez a gyermeket. És nem csak annyi a dolgotok, mint szülőknek, hogy gondozzátok, hanem hogy neveljétek őket a neki megfelelő módon. És hát ebben már most kétszer annyi tapasztalatotok van, mint nekem. Tehát én igazából csak az Isten igéjéből tudom ezt mondani, hogy mindent kirendel, mindent megad, az Isten gondot visel rólatok. Amit megad, ahhoz mindig megadja az erőt is, az áldást is. És talán még annyit, hogy amikor Jézus ezt mondta, utána ölébe vette a gyermekeket, és megáldotta őket. És hát ezt szeretnénk most mi tenni. Szeretnénk áldást kérni az életetekre, nagyon sok kihívás van még előttetek, nagyon sok öröm. Ugyanis mondta valaki, hogy az első Biblia fordítás, amit Péter meg Eszter olvasni fog, az a ti életetek, a ti magyarázatotok. Mondhatni úgy is, hogy az ő filmjükben Isten magyar hangja most ti vagytok. Ti mondjátok el, hogy milyen az Isten valójában. És az a gyakorlatunk, gyülekezetünknek és egyházunknak, hogy nem megkereszteljük a gyermekeket, hanem áldást kérünk rájuk. És szeretnénk értük imádkozni, hogy amikor majd abban a korban élnek, akkor saját döntésük alapján válasszák az Istent. Én most azt szeretném kérni, hogy ez egy nagyon különleges pillanat is. Amikor különleges pillanatok vannak, akkor azt sokféleképpen kifejezzük, először is úgy, hogy felállunk. Kérem, hogy álljon fel a gyülekezet, titeket is kérnélek, hogy álljatok fel. És azt szeretném kérni, hogy a gyülekezet is imádkozzon velünk együtt. Először a szülőket szeretném megkérni, Csilla és Zsolt, hogy kérjetek áldást, adjatok hálát érte, hogy ezt tettétek is, így a gyülekezet előtt, és aztán pedig majd én szeretnék érte imádkozni. Thank you.
Drága Isten, én is hálát adok neked ezért a csodálatos gyermekért, és köszönöm neked Eszterkét is, az ő életét is. Hálát adok értük, Uram, és a te áldásodat szeretnénk kérni az ő életükre. Köszönjük, Atyám, hogy ajándék az ő életük, köszönöm, hogy egészségben megszülethettek. Uram, és szeretnénk azt kérni, hogy töltsd be őket a te szereteteddel, hadd érezzék meg. Külön áldást kérnék, Uram, a szülőkre, add, hogy megtapasztalják a te erődet, vezetésedet minden nap, mikor szükség van rá. Köszönöm, Istenem, hogy vezeted őket, és megtartod a te ígéretedet. És szeretnénk kérni, Uram, hogy mikor felnőnek, akkor hadd választhassanak téged, és hadd élhessenek, Uram, a te kegyelmedben. Jézus nevében. Amen. Mutatom be a gyülekezetnek Román Pétert. Imádkozzunk, kérte, legyünk áldás számára, és azt kívánom, hogy te pedig legyél egy igazi kőszikla a nevedhez híven a gyülekezetben. Helyet foglalhatnak a testvérek. Most a gyermekek fognak egy énekkel és néhány gondolattal köszöntést mondani, majd a női kör és az ifjúság nevében is egy-egy köszöntést hallgatunk meg.
Anyai szeretet. Az anya szeretet mélysége végtelen. Mélységére látni hasztalan küzdelem. Míg él, nem is tudjuk azt úgy értékelni, ha elment, pótolni nem tudja már senki. Ez az egy, amihez Isten hozzám érte, ilyen és még nagyobb szerelme mélysége. Mert gyarló és gyenge lehet a jó anya, és elfelejkezhet hol, merre a fia. De Istennél sosem vagyunk elfelejtve, még a hajunk szála is fel vannak jegyezve. Ne aggódj, ha sorsodtán rád nehezedik, jó atyát te rólad el nem feledkezik. Egyszerű kis példa, az Úr Jézus mondja, úgy hívlak hozzám, mint kotló anya, kicsike csibéit maga köré hívja. Anyai szeretet összehasonlítva a nagy tökéletes örök szeretettel, azért, hogy megérthesd, azért, hogy nevesd el. A hálás gyermeked, gyermeket Isten megáldja, ki vénségben is gondol az anyjára, de mennyivel inkább azt a hű gyermeket, ki Jézus vérében újonnan született. Szívét átadta, övé az élet, áldásul lesz annak az öröm és a béke. Mi atyánkat áldjuk, hogy adott anyákat és adott életet, és fent a Golgotán örök életet, mert nagyon szeretett anyáknál is jobban, szívemnek hálája ma is felé dobban. Én is nagy szeretettel köszöntelek titeket a női kör nevében, viszont most a női kör nevében Zsolt hozzád szólok. Egy igerészt hoztam számotokra, de leginkább úgy gondolom, hogy a tégedért áldásokról is szól. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útján jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az ember, aki féli az Urat. Hát úgy gondolom, hogy ti egy ilyen család vagytok, egy ilyen áldott család, és kívánjuk azt, hogy Isten továbbra is ilyen gyönyörű áldásokkal áldjon meg titeket, és hogy ti egy ilyen istenfélő család vagytok, és maradjatok meg ebben az istenfélelemben. Én az ifjúság nevében szeretnék titeket köszönteni egy igeverssel. Már ha ránézünk a picire, egyből eszünkbe jut, hogy egy gyönyörű, szép ajándék. Jakab 1.17-tel szeretnék titeket köszönteni. Ez a minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.